Akit itt látunk, kérem szépen, az családjával együtt élt a városban. Tehát a városban szilárd lakása volt neki, ahol eljött, asszonyát, és ugye gyermekei. Úgy, úgy, László uram, csak ide, errefelé nézzen, jó vagyon az. Hozzávaló matéria a szicskának a dobozában vagyon. Azt mondja, az bal felül másik oldal az. Vagyon folytás. A nyúlsz hozzá, a oldalon meg benne kell lenni a zsúlypornak. Az onnan 60 grammosra szedjenek előkegyenek. Hát ez az apró kis mozsár, amit előbb is már hallották, igen szép hangja volt. Hírlövő mozsár. Hát hogy miért hírlövő, ugye? Székesfehérváron, Palotai kapun és a Budai kapun is volt egy. Az öreg Darabonnak az volt a feladata, hogy figyelje a környéket. Ha meglátta, hogy arról a Balaton környékéről, meg a déli végek felől porzik az út, és akkor apró lépett fülüket befogják, szépen szájukba kitárják, aztán salve domine. Ekkor a zaj csapott egy ilyen hírlövő mozsár, volt olyan hangos a környezet, mint manapság, ugye? A tűzfészeket taposunk el, kérem szépen, hogy beleszólni a csőbe, utána mondjuk a folytás. A végén jön, hogy neki hadd szóljon szépen. Megy bele a folytás, kérem a kusma veszőre szépen megfújtódik. Eztán következett volna a folyóvizet, már mondottam, folyó nem tudjuk bele. Újja meg végig!
bűnülő a rovasságot, ez veszélyezhet ez a fegyver. Köszönöm nagyon, Uram! Akik már említettük, ugye Margot Ágnes asszonyunk a kiegyenesített kaszájával, nem csak táplálékszerzése, hanem védelemre is kiváló volt ez a fegyver. Dózsa György úrnak nem paraszt háborúra volt, csak így mellékesen mondanám. A parasság is látom, szépen jó is néri. Nem megy aratni, mert nem maradt el a gabonát, akkor éhendőlik a családja. Nem mondjam, a világ legjobb hadseregével szembe számít. No, a köznemesség mert... Csak azért van ez napon, hogy mondtam, kérem szépen, hogy a kézlő darabot oltalmazni tudja magát is. Kegyelme, mit kommunizálik mögöttük? Vágjátok le ezt az embert, tűzzétek nyársra! Nem túl rontanak.